Siemens csoportnak a meghatározó stratégiája az a villamosítás, automatizálás, az utóbbi időszakban a digitalizáció. A Siemens Mobility-t talán, ami megkülönbözteti sok más világcégtől, akik ugyanígy igyekeznek ehhez a digitalizációs megatrendhez kötődni, az, hogy mi magunk is digitalizációs megoldásokat fejlesztünk, hozunk létre a vevőinknek, partnereinknek. Ezek a fejlesztések világszintű fejlesztések. Ez azt jelenti, hogy különböző országokban több fejlesztőcsoport összefogva hozza létre ezeket az eredményeket egy nagyon széleskörű nemzetközi munkamegosztásban. Számunkra a legfontosabb versenyelőny, a legnagyobb tőke az a munkatársaknak a tudása, szakmai ismerete. Ezért is tartottuk nagyon fontosnak, hogy részt vehessünk a vezető nélküli vasúti járművek fejlesztéseiben. A történet ott kezdődött, hogy 2018-ban Potsdamban a InnoTrans vasúti szakvásárral párhuzamosan, annak keretein belül bemutattuk a önvezető villamosnak a prototípusát. Ez tulajdonképpen már nagyon sok ismerettel rendelkezett, és ennek a fejlesztésében a kollégáink részt vettek. És ekkor jött az ötlet, hogy tulajdonképpen miért ne folytathatnánk mi ezt Budapesten. És a budapesti közlekedési vállalatban egy nagyon innovatív, jó partnerre találtunk. Azt mondták, hogy akkor vágjunk bele együtt, és indítsunk erre egy kis kutatásfejlesztési projektet. A célunk az, hogy lépésről lépésre egyre több ilyen funkciót építsünk be ezekbe a villamos járművekbe, és ezzel aktívan hozzájárulunk ahhoz, hogy előbb-utóbb megvalósulhasson a önvezető villamosjármű, akár itt Budapesten, akár bárhol másutt a világon. 2018 őszén az InnoTranson a Siemens bemutatta az első önvezető villamos prototípusát. Ez a villamos rengeteg szenzorral volt felszerelve, ami pásztázta a villamos haladási irányában lévő környezetet, és képes volt arra, hogy felismerjen tipikus közlekedési szituációkat, veszélyhelyzeteket, felismerje a közlekedő partnereket, autókat, gyalogosokat, és reagáljon, hogyha arra szükség volt. Mi itt a budapesti csapatunkkal egy nagyon hasonló alapelven működő vezetés-támogató rendszer integrációján és tesztelésén dolgozunk. Maga a rendszer kamerák, radarok segítségével szintén pásztázza majd a villamos haladási irányában lévő tájat, fölismerje a közlekedő partnereket, nyomon követi azok mozgását, és a villamos saját sebességéből és irányából ezeket összevetve, hogyha veszélyt érzékel, akkor látható, hallható formában jelezni fog a járművezető számára. A BKV ZRT, mint Közép-Európa legnagyobb közösségi közlekedési szolgáltatója eltökélte abban, hogy a minőségi paraméterek fejlesztését tűzze ki célul. Az egyik ilyen legfontosabb minőségi paraméter a biztonság, ezért a biztonságra való törekvés az a mindennapunkban, mindennapos feladataink között megjelenik. Ennek a célnak az elérését szolgálhatja egy ilyen technikai fejlesztés, ezért vettük örömmel a Siemens megkeresését. Kint vagyunk a BKV sportutcai telephelyén. A sikeres labóteszteket követően megkezdődhettek a villamossal, a konkrét járművel történő tesztelési folyamatok is. Egy darab eszközünk került a villamos külterére, minden más a beltérre helyeztünk el. Ez egy vezetéstámogató rendszer, ami a járművezetőknek abban jelent nagy segítséget, hogy bizonyos szituációkat előre jelez. Ugye a kamera, a radar az pásztázza a vágányokat, közvetlenül előtte és mellette. Így, hogyha mondjuk a járművezetőben egy olyan forgalmi szituációba kerül, ahol egyszerre több balesetveszélyes helyzet alakul ki, több irányból érkezik olyan jármű, ami mondjuk egy autó vagy egy gyalogos a gyalogátkelő helyen, nem biztos, hogy ő rögtön tud megfelelően reagálni, mert mondjuk egy másik esemény elvonja a figyelmét. Így, hogyha megszól ez a rendszer, akkor ugye felhívja rá a figyelmét, hogy valami probléma van, veszélyes helyzet alakult ki, így fel tud készülni, hogy fékezzen, vagy eleve elkezd lassítani, hogyha nem is észleljük konkrétan, mi a probléma, akkor is már lassításra kényszerít a járművezetőt. Első körben úgynevezett ráfutásos teszteket végeztünk, ahol egy tesztbábú és tesztobjektum segítségével a villamost adott sebességre gyorsítottuk, és megnéztük, hogy a rendszerünk úgy viselkedik-e, ahogyan azt a laborban korábban láttuk.
gyakorlatilag egy vágánytengelyben lévő embert fog szimulálni, ami azt jelenti, hogy mondjuk egy ember, aki mobiltelefonozik egy gyalogátkelő helyen, és nem fészi figyelme a villamost, időben megszól ez a vészjelző, ami fény és hangjelzést is továbbít a járművezető felé, tehát valamilyen utómódon mindenképpen észlelje a járművezető, hogy valami probléma van, és időben meg tudja kezdeni a fékezést. Nem feltétlenül kell így még vészfékeznie, hiszen időben tudja ezt észlelni. Vagy ugyanígy a próbával elsodrási határon belülre kerül ez a bábú, és ilyenkor, ha a járművezető mondjuk bal oldalra tekint éppen, mert ott történik valami, mert túl közel kerül egy másik jármű vagy egy gyalogos, a tilos jelzés ellenére a kijelölt gyalogátkelőhelyen elkezd áthaladni, a másik irányból pedig ugyanez történik, akkor megszól a pályacsengő is automatikusan, ezzel segítve a járművezető munkáját, hogyha már az egyik eseményre figyel, a másikat mégis úgy kisegíti. A vezetéstámogató rendszer közeljövőben meg fog jelenni a napi utas szállításban is. Egy kijelölt járművön ez a technikai rendszer működni fog. Meglátjuk, hogy a járművezetőnk részére milyen technikai segítséget fog tudni nyújtani. Reményeink szerint a jövőben pedig el fog terjedni, és a többi felszíni járművünkön is aktívan fogja segíteni a járművezetők munkáját.